Egy tradíciót folytatunk, és még sok éven évtizeden keresztül szeretnénk folytatni is, amelyik 50 évvel ezelőtt kezdődött, amikor megalakult a Nemzetközi Felkészbizottság Párizsban. Egy évvel később, és erre büszkék lehetünk, hogy a Magyar Felkészbizottság is megalakult, és azóta minden évben ünnepélyes körülmények között szeretnénk azokat a sportolókat, vezetőket és a sporttal foglalkozó munkatársainkat kitüntetni, akik ezt a szellemiséget magukban hordozzák, megjelenítik és népszerűsítik. Erik itt már elmondta, hogy tényleg manapság, amikor jött a gazdasági válság, erkölcsi válság, etikai válság, ideológiai válság, van küzd a világ, szinte egyetlen, nyilván elfogultság is beszélve, egyetlen területe a társadalomnak a sport, ahol többnyire pozitív, többnyire örömet okozó, és valami kapaszkodott jelent az életünkben. Szoktuk mondani, hogy a sport a társadalom tükre. Ez valóban így van, hogy a társadalomban rossz, ha megjelenik néha nálunk is, azt kell mondjam, és remélem, hogy ti is ezt mondjátok, sokkal kevésbé lát a társadalomnak a negatív oldalak sportoló területére. Most az a tendencia, és a vezető sportvezetők részéről, a nemzetközi és a hazai sportvezetők részéről is, hogy ez a tükör, a sport tükör és a sportban megjelenő szépségek, karakterek, küzdeni tudás, a tisztességes helytállás a társadalom felé tükröződjön. Profitálni a társadalom is a sportból, meg tud profitálni. Sokkal kevesebb negatív dolog van, és itt most hát kitüntetésre és díjadásra kerülő sportolók, sportvezetők, olyan példaképek, akiket méltán állíthatunk a jövő fiatalsága és a társadalom elé is. Ez a felismerés vezette a Nemzetközi Olimpia Bizottságot is, amikor tavaly novemberben Amsterdamban egy világkongresszust hívott össze, amelynek a fő témája az volt, a címe a négy napos kongresszusnak, hogy a sport, mint eszköz a társadalom jobbítása érdekében. A világfelismerés 600-an volt a 148 ország képviselőjének ennek a hírét. Ugyanez ezt a témája, vagy ehhez hasonló ezt a témája, hogy az UNESCO bizonyos ajánlásokat fogalmaz meg, és terjed elő elé az idén májusban Berlinben megrendezésre kerülő sportminiszterek találkozójára, ahol a sport, mint a társadalom egy része, és a sport, mint egy eszköze a társadalom fejlődésének, amelyet a sport nem csak a test erősítését, az egészség megőrzését szolgálja, hanem mindenféleképpen egy jellemformáló előre rendelkezik. Végül, hát utolsó sorban szeretném felidézni Zsákok, az Előkövetőkösság elnökének egyik megnyitó beszéd, olimpiai megnyitó beszédében elhangzottakat, nevezetesen, hogy sok olimpiai bajnok van, az olimpiai bajnokok közül az igazi bajnok az, aki sportszeren készült, és sportszeren versenyzett, és a perfekt szellemért hagyja magának. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság után a Nemzetközi Felkészbizottság logója és meghitetett eszmélységünk a magyarban is ugyanez van, hogy a feltér az több mint egy győzelem. Ezek után gratulálok a nyerteseknek, és most következzen a valódi ünnepség. Köszönöm szépen!